A várban egy teljes körű felújítás, beruházás zajlik, 18 épületet érint ez. Európa Kulturális Főváros címhez kapcsolódóan kormányzati támogatásból kerül megújításra az épület együttes teljessége, mégpedig azért, mert arra számítunk, arra számít a város közössége is, a régió közössége, hogy mind 23-ban, mind azt követően nagyon sokan látogatnak el Veszprémbe, és aki Veszprémbe érkezik, természetes, hogy látni szeretné a várat, hiszen egy nagyon gyönyörű barokk együttesről van szó. Mind a 18 épület műemléképület, és összességében 35 ezer négyzetméter épített területről beszélünk, a hozzá tartozó 10 ezer négyzetméter kerttel együtt. Ez az utóbbi néhány évtizednek a legnagyobb felújítása. Itt a várban közel 250 éve nem történt ekkora felújítás. A várprojekt az 100%-os kormány támogatásból épül. Sokkal szebb lesz a vár. A vár az elmúlt néhány évtized alatt műszakilag és esztétikailag is lerombolt. Sok épülete használaton kívül volt. Gondoljunk a Piarista rendházra, vagy a Piarista gimnáziumra, amelyiknek épületei az lényegében utolsó pillanatos megmentés, amit éppen most művelünk. Úgyhogy sokkal szebb lesz kívül, és sokkal jobb lesz belül. A 18 épület az egy olyan átfogó felújítást és fejlesztést jelent most az érsekség részéről, ahol egyszerre tudunk 18 épület fejlesztésével foglalkozni, nem egy épület fejlesztésében gondolkodhatunk, hanem funkcionálisan szinte az egész várnegyed megújítását jelenti. Az egyházi gyűjteményt, a Boldog Gizella gyűjteményt is bemutatjuk, a Székesegyház kívül belül megújul, úgyhogy mind a 18 épület kívül is, belül is megújul, megszépül. Ez műemléki felújítást jelent és funkcionális fejlesztést is jelent. A feltárások során számos olyan épületmaradvány, falmaradvány került elő, amelyek eddigiekben nem voltak ismertek. Egy-két olyan hitelt érdemlő alaprajzunk van, késő-középkorból, amely azt mutatja, hogy hol, milyen területen, milyen falak húzódhattak, azonban ezek nem mindig pontosak, illetve mivel általában hadászati célra készültek, ezért nem feltétlenül ábrázolnak minden épületet, amely egykor a várban megvolt található. Ennek köszönhetően, vagy ebből adódóan a régészeti feltárások során számos meglepetés ért minket. Ez általában azt jelenti, hogy egy-egy olyan falszakasszal, középkori falszakasszal találkozunk, amelyekre nem számítottunk. Ez nehézségeket jelent, nyilvánvaló okokból adódóan. Technológiák szempontjából azt gondolom, hogy a vár szintén nagyon érdekes, hiszen 18 műemléképületről beszélünk, a normál, megszokott, egyszerűnek mondható technológiák is mind nehézséget jelentenek idefönt. Gondolok a vízszigetelésre, külső oldali talajvíz elleni szigetelést itt a várban nagyon nehéz megcsinálni, hiszen folyamatosan szomszéddal találkozunk, vagy hogyha nem találkoznánk szomszédot egy pince utólagos külső oldali vízszigetelésre, akkor régi középkori várfalba ütközünk. A technológia is nagyon érdekes, a vízszigeteléstől kezdve a tetőig az összes technológia kifejezett odafigyelést igényel. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos feladat és nagyon szép feladat, akár kivitelezői, akár megrendelői oldalról. Ezeket az emlékeket tisztelettel kell kezelnünk. Ezeket az emlékeket meg kell őriznünk annak érdekében, hogy majd az unokáink is, gyermekeink is láthassák ezeket, és büszkék lehessenek arra, amit elődeink létrehoztak.